elnök úrnak szerettem meg, volna megmutatni, és úgy gondolom sikerült is a térségben azokat a gazdákat, gazdálkodókat, a családi gazdaságokat, nak egy szűk részét, egy szűk keresztmetszetet bemutatni. Jelenleg 3,1 hektáron folytatunk üvegházi növénytermesztés, geotermikus energiával. Próbáljuk mindig az adott technológiai fejleményeket, újításokat integrálni a kertészetünkbe. Mint minden kertészetnek, ennek is van múltja. Valamikor egy termelő szövetkezet volt itt, mint előd. Utána az édesapám 90-es évek elején, 93-ban egy gyárverés alkalmával bátran belevágva abba az ismeretlen világba, hogy na privatizáció, megújulás, rendszerváltás élt a lehetőségekkel, és a Termák út, mint energiahordozó már akkor is érdekes volt, mi milyen kertész család voltunk akkor is. Jelen pillanatban itt 3,1 hektár, de ezen kívül van még két telephelyünk, ahol szintén geotermikus energiával adjuk meg az energiát a termelésünkhöz. Az Balázstyán egy 4 hektár, 4,2 hektáros termelés folyik, meg Forráskúton, ott meg egy újból 2 hektár, régi üvegházból meg 4 hektáros felület, összesen 13 hektár körül vagyunk, meg 100 fölötti alkalmazotti létszámmal. Na, ez is jó. Ez egy klipsz. A növény nem tekerjük, fölösleges stresszel nem. Fölösleges. És majd elhúzzátok, ugye? Ahogy igen, eléri azt a magasságot, és utána engedjük. Kezditek. Voltunk egy nagyon szép, modern, igazi holland csúcs technológiával rendelkező kertészetben, ami valóban szerintem Magyarországon is példamutató, és olyan technológia és olyan állományt láttunk, olyan gondoskodással, amihez szinte nem fér kétség. Nehéz lesz ezt a példát követni, még azelőtt van a termelők egy jelentős részének még nagyon sok tennivalója, de kellenek az ilyen kiugró, nagyon szép példák is.